हीट, remény, szeretet. Mindent egy célért, a misszióért. A misszió hírek következnek. Csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Felmagasztaltatom a nemzetek között, felmagasztaltatom a földön. A seregek ura velünk van, Jákob Isten a mi várunk. 46. Zsoltár 11. 12. versei. Mielőtt megkeresztelkedtem és adventista lettem, későn jártam haza, és folyton csak játszani akartam. Se iskolába, se imaházba járni nem volt kedvem, csak játszani. Most már különbséget tudok tenni a jó és a rossz között. Now since that I'm an Adventist, I know I can separate right from wrong. Forrásainak árja megörvendezteti Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. 46. Zsoltár 5. verse. Batthyány Botswanában él. Azelőtt nem vette komolyan az életet, és gyakran bajba keveredett. Hetednapi adventista lett, miután egyik barátja elhívta az imaházba. Batthyányának nem telt sok időbe elfogadni Jézust, és minden lehetséges pillanatot kihasználva a Bibliát olvasni. Now he's even a deacon at Ma már diakonus a gyülekezetben. Az iskolában azonban próbákat kell kiállni. A tanárok megkövetelik, hogy szombaton is járjon órákra és vizsgákra. Batthyány tudja, hogy tanulnia kell, de szívében harc túl. Szomorú vagyok, mert arra kényszerítenek, ami ellenkezik Jézus akaratával. Jézus arra tanított, hogy megemlékezzünk a szombatnapról és szenteljük meg azt. Batthyány családja nem adventista, de támogatja ő döntésében. Szeretnék, hogy jól tanuljon és később jó állása legyen. Minden délután segítenek neki a házi feladatok megoldásában. Családja is tudja, fiúk arról álmodik, hogy egy napon majd adventista iskola nyílik meg közelükben. Nagyon jó lenne, mert oda járhatnék és adventista nevelést kaphatnék. Akkor majd szombaton járhatnék az imaházba is, és iskolába járás helyett azt tehetném, ami Istennek kedves. Számos adventista gyerek hasonló kihívásokkal néz szembe Botswanában. Az évnegyedi adományok egy részéből adventista iskolát építünk Botswanában, hogy a Batthyányhoz hasonló gyerekek olyan iskolába járhassanak, amely nem akadályozza őket hitük gyakorlásában. Köszönjük, hogy az ilyen is ehhez hasonló missziós projekteket támogatják. Büszke vagyok az egyházra, amelyhez tartozom, mert tudom, hogy megtesz mindent, hogy mi is eljussunk a mennyek országába. A fordítás a Reménység Hangja Rádió kolozsvári stúdiójában készült.